A napi rendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Antal Júlia címzetes rendőr a lezredest, a karcagi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának osztályvezetőjét, aki Karcagváros közbiztonságáért díjban részesült. A március 8-án Gödöllőn megrendezett, legyélte is agrárgépész országos bajnokság csapatverseny döntőjén a Szent Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium traktorászok csapata első helyezést ért el. 2023. novembere és 2024. márciusa között került megrendezésre a Kratochville 10 informatika digitális kultúra verseny, amelyen a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium Szent Annai Kadétok csapata az első helyen végzett. A traktorászok csapat tagjai Berényi Bence, Kis János, Kormos Bence, Pócsi Sándor, illetve Szekér Bence és a felkészítést végző Simon Gyula szakoktatónak, valamint a Szent Annai Kadétok versenyzőinek Balogh Boglárka Nikolett és Kiró Zsófi Anna Mária, a felkészítő Szabó Sándornak és az instruktor Kun Anna Máriának a képviselőtestület nevében Szepesi Tibor polgármester gratulált. 2001 óta minden évben április 16-án tartják a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása. Az évforduló alkalmából egy perces néma felállással adóztak a jelenlévők a magyarországi és a karcogi áldozatok emlékének. A ülésen részt vett Kovács Péter, a Magyar Közút Nonprofit ZRT, Jászlán Szolnok Vármegyei igazgatóság igazgatója, valamint Friedrich Szilárd Vármegyei fejlesztési és felújítási osztályvezető, akik a Madarasi út-Kálvin utca kereszteződés biztonságosabbá tételére irányuló lehetőségeket prezentálták. Módosításra került az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet. Dr. Karsai Lajos rendőr alezredes rendőrségi főtanácsos, a Karcagi rendőrkapitányság kapitányság vezetője beszámolt a Karcagvárosban 2023-ban végzett szakmai tevékenységről, a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről. A képviselőtestület a június 24-től augusztus 23-ig terjedő időszakra határozta meg a nyári szünidei munkanapokon történő gyermekétkeztetés biztosítását a hátrányos és halmozott a hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Imre Egyesített Óvoda egészséges életmódra neveléséről és a mozgásfejlesztésről szóló beszámolója, a délini Kulturális Turisztikai Sportközpont és Kövtárban 2023-ban megvalósult pályázati projektekről szóló tájékoztatója, az Liget gyógy és strandfürdő szezonnyitó felkészüléséről és a várható feladatokról szóló jelentése, valamint a Volánbusz Zrt. 2023. kivi autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről szóló nyilatkozata is egy hangulag elfogadásra került. A településünkön naperőmű fejlesztést végző Chloe Solar Kft. termelői vezetéket létesít, amely önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat is érint. Mivel ezen területekre a cég vezetékjogot létesít, kártalanítani kell az ingatlan tulajdonosát, amelyhez a szükséges megállapodást a testület egyhangulag jóvá hagyta. A Betlen Gábor Alapkezelő a helyi humánfejlesztések című, valamint az Ifjúságbarát Önkormányzat és az Idősbarát Önkormányzat pályázatokon való részvételre tett javaslatokat is elfogadta. Adatváltozás miatt szükségesé vált a karca külterület 02005 per 6 helyrajzi számú ingatlan haszonbérleti szerződésének módosítása. Jóvá hagyta a képviselőtestület a Karcak belterület 7277 per 24 és 7329 helyrajzi számú ingatlanok értékesítését. Az önkormányzat tulajdonában lévő kisújszállási út 47 szám alatt található, negyedik számú lakás jelenleg üres. A lakás pályázat útján történő bérbeadásáról adásáról egy hangú döntés született a képviselőtestület legközelebb munkaterv szerint május 30-án csütörtökön 15 órai kezdett el tartülést.